Hasta la vista, baby. Közés következik a vízilabda bajnokok ligája C csoportjának záróra. Na nézzük, kiben lesz meg a vállalkozó szellem. Onnan már lehetett lőni, Steinmetz szerzi meg a mérkőzés első gólját, és ezzel a labdát. Kilép Ádám pedig. Steinmetz Barna, aki megkapja a labdát, és távol lóbálgat, és egy nagyon szép gól. A szerzője Kis Gergely, ezzel már 2-0 a Vasasnak. Jól bekezdenek tehát a hazaiak. Gyakorlatilag két akció, két gól, egy ember előnyből szerzett találat, illetve egy akció gól. Metz Ádámhoz passzolja a labdát. Ott van. Kitűnő indítás, egy ejtés, nagyon okos befejezés. Steinmetz Barna, 3-0. Villámrajtot vesz a Teva Vasas Unika. Ez egy fantasztikus akció volt. Rendkívül okos befejezéssel. Hát zseniális befejezés. Az igazság, hogy ezt meg lehet nézni egy fél fordulattal. Egy ilyen tökéletes egy. Egyelőre túl közel vannak hozzá, különösképpen Graham. Moskovics lövi, és be a bal sarokba. Biztisányi dühöng, mert érezte, hogy oda megy a labda, de nem tudta ember előny, tehát Kis Gergely. Katonás ejtette ki a kezéből. Prögulján, Kis Gergely. Prögulján. És az ötödik gól is szemből előtte nagy erővel léc alá. Biztisányi nem tudta védeni. Igen, mert ez is egy begyakorolt figura, tehát hogyha megnézzük majd a lassításban, hogy hogy működik az egész, a rossz kéz hátsó, miközben a Kis Gergő és a Prögulján egymással passzolgat, egy lépés vagy két lépést beljebb lész, és végül középről lövi el a labdát. Igen, a mája? Igen, igen, igen. A vízilabdában is vannak elképzelések, úgynevezett sémák, és ennek megfelelően, hoppá! És ez vajon sikerül-e belőni? Igen, megvan az 5-1. Nagy nehézségek árán végül is sikerült szépíteni az Egernek, a gólszerző pedig Bátori. Kipattan a labda, Kis Gergely nem ér oda, és Bátori pedig. Ha 4, akkor meg 4-en. Ennek ellenére általában a csapatok többsége azért 3-4 olyan variációban rendelkezik, ami például ez is egy, mondhatnám, egy begyakorolt figura, a Kirkó Márton fejezte be, amiben a csapatok mégiscsak tudják, hogy mit akarnak, és ennek megfelelően az utolsó pillanatig képesek kijátszani a helyzetet, amit már modelleznek, mondhatnám így ilyen nagyképűen, és tudni, hogy itt azért nem babra megy a játék. Katonás. Egri kiállítás időközben. Katonás teszi vissza, és nagyon szépen elvállalja Boskovics. Hosszúra lövi a labdát. A szegény Biztisányinak egyre sűrűbben kell a kapuból kiszedni. Igen, ez a hátránya egy kezdő kapusnak. Hozzá kell tennem, a Biztisányi Dávid azért neki abáljuk el, mert talán emlékszünk meg egy pár Juk Dubrovnyék, Partizán, Belgráden. Más. Vörös centerben Prögulján, Katonás nem merte beejteni, labda nélküli kiállítás lesz. Újabb a Vasas emberelőny tehát. Prögulján, Kis Gergely. Prögulján az előbb onnan elvállalta, most nem teszi. Kis viszont igen, belövi éles szögből a rövidbe. Megvan a hetedik Vasas gól is. Hát nem okozhat a Gergőnek ez problémát, tehát annyira profi módon oldotta meg, lehetett látni, hogy körbenézett, és aztán valóban mérlegelt, mi a legjobb megoldás, hát az, hogy ő rálövi. Biztisányi, Graham, na, lövés, Gerice, még tovább passzolja a labdát, Bátori, ezt viszont szépen belőtte a hosszúba. 7-3, már Gerice is elvállalhatta volna, de ő tovább passzolta inkább Bátori Benzinek, aki megszerzi önmaga második és csapat a harmadik gólját.
Igen, még akkor is ezt a Vasas kapta. Nagy káosz volt ott elől, szerintem egy dupla center szituáció volt, ahol egymást zavarták a centerek. Brugulián, Boskovic, hoppó csuklóból elengedte szépen váratlanul, 8-3. Három kísérlet, három gól, tökéletes statisztika. Igen, hát a Belgrád meccs után, vagy a Belgrád meccs alatt meg is énekeltük a gólt nem tudtak összehozni, miközben hát a Vasas arra épít, hogy ők azért góllövő játékosok és kiváló játékosok. Hű, de szép volt ez. Na ez nagy zicser, és benne is van Szémán. Üresben kapta, ezt illet belőni. 8-4. A visszajátszásnál már látjuk, hogy olyan Kovács Gábor, miután ketten ugrottak a fejére, tökéletesen csavarral, nem látjuk. Átpasszolta az üresen álló centernek. És hát nem is volt már nehéz gondja ezt belőni. Maganuma. Jó, ez nagyon szép játék volt. Kovács csavarta be végül is a labdát center posztról a kapuba. Hát, szép, ami szép. Tényleg fantasztikus megoldás volt. Azért mégis egy montenegrói válogatottról lőtte ezt. Azt hiszem... Katonást állította ki a játékvezető. Elért 2 góra az Eger most. Ez zicser, és gyakorlatilag Szémannak könnyű dolga volt. 8-6. Ő is 2 gólos már, akár csak Bátori a csapatában. Igen, és hogyha egy 6-2-es első, azok azóta a többi csapat is átvette, és azt mondjuk, igenis a 6-5-öt is be lehet fejezni, akkor, hogyha van, nincsen olyan veszély, hogy ellentán... Hopp, Boskovic, megint villant. Negyedik gólja, 9-6. Hát a Mihol, ahogy szokták mondani, csak tölt és tüzel, tölt és tüzel. Teva Vasasulik a Cetefeger, 2 negyed után ki. Katonás. Vámos. És pont ellentétes oldalra mozdult el a lövésnél Biztisányi, nagyon kilőtte a bal sarkot Kis Gergely. Harmadik gólja. 10-6. Hát ez is egy tökéletesen végrehajtott lövés. Vámost állítják közben a másik oldalon. Graham. Bátori passzolt a középre Vargának, aztán Bátori lövi el. Nagyon szépen be a hosszúba. Bátori jól játszik és eredményes is. Harmadik gólja, 10-7. De az egrieknél 2 játékosnak kell nagyon odafigyelni majd itt a hibákra, hiszen mind Bindernek, mind pedig Buncsuknak 2-2 hibája. Meg kell ezt becsülni az egrieknek. Naganuma, Kilko. Bátori. Kovács lóbálta, nem vállalt el. Naganuma ugyanezt teszi, nem vállalja el. Most viszont elvállalja Kovács, és ez be is megy a kapuba ez a lövés. 10-8 sikerült 2 gólra fel tornászni magát az Egernek. Igazából, hogyha az elején Gerendás csapata nem megy bele abba a nagy pofonba, amely 4 gól, 4 bekapott gól formájába jelentkezett a vendégcsapatnál, akkor ez egy fordulatos, változatos mérkőzés lehetne. Hát még mindig az. Is lehet. Lepattant, de nem bepattant. Boskovic. Tejmec Ádám centerben, nagy küzdelemben is egyben. De is, és Biztisányinak nem volt szerencséje szegénynek most. 11-8, becsúszott valahogy a labda, pedig hozzáért a kapus. Ki más lenne a gólszerző, mint Boskovic, és ez meg már az 5. gólja, 5 kísérletből. Rekonstruáljuk az esetet most egy másik kameraállásból. Hozzá érdemes. 11-8-as Vasas vezetés, Kis Gergely, Brugulián. 2-2-vel zárult a labda elhozatali statisztika.
Kis Gergely kapufa segítségével juttatja 12. vasas gólt Biztisányi kapujába. Külön párbajt vívnak góllövésben Boskovic, illetve Kis Gergely. Kis Gergely 4-nél, Boskovic 5-nél tart. Hát ez azért, tehát most hogy az egérek elrontották, de az Vasas mind jól védekezett. Tehát pillanatig azt mondtuk, hogy ha 8 gólon tartják az ellenfelet, akkor biztos, hogy megvan a győzelem. Kis Gergely csatlakozott Boskovicshoz, neki is megvan az 5. gól. Hát 13-ból ők ketten bevállaltak. Azt lehet mondani, akkor ha jól számolok. Letelt a kiállítás. Bátori. Kovács gól! De ez szerencse is kellett. Aminek Nagy Viktor nem örül, mert pont a keresztlészől a hátára pattant rá a labda, és onnan pedig be a kapuba. De Bátori és Kovács szerzett 3-3 gólt a másik oldalon. Megmondom őszintén, amikor játékos voltam, az imádtam az ilyen gólokat. Ismételten megszakadt ez a széria. 13-9.